Jeruzsálem ősi városából indult a menet. Jézus a vállán hordozta a nehéz keresztet. Határozott léptekkel haladt előre, még akkor is, amikor a súlyos kereszt nehezedett rá. Fájdalom és nyugalom keveredett a tekintetében, ahogy ment előre a Golgata felé a forgalmas utcákon, melyek tele voltak kíváncsi szemlélőkkel. Jézus szenvedései útján haladva, lépései meggyengültek és elesett. 14-szer esett el a kereszt súlya alatt. De újra felállt. És tekintetében volt egy céltudat, ami túlnőtte a fizikai szenvedést. Az embertömeg néma csendben figyelte, egyesek megindultak a látványtól a könnyekig. Még mások gúnyolódtak és gúnyolták azt a férfit, aki azt mondta, hogy az Isten fia. Bár a fájdalmak gyötörték testét, Jézus folytatta útját. Szíve tele szeretettel és megbocsátással azoknak, akik megpróbálták megbántani. Végül elérkeztek a Golgata nevű sziklás hegyre, ahol a keresztre feszítés történne. Fájdalmas végtagjaival és a világ bűneinek terhével Jézust keresztre feszítették. Amikor sötétedni kezdett, és úgy tűnt, mintha a világ visszafojtotta volna lélegzetét, Jézus letekintett az alatta álló tömegre. Ebben a mély áldozati pillanatban kimondta a szavakat. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A kalapácsütések hangja visszhangzott a levegőben, összekeveredve a fájdalmas kiáltásokkal és csodálkozó suttogásokkal. Amikor a nap lenyugodott azon a végzetes napon, Jézus sziluettje a kereszten állt, mint a szeretet, a megváltás és a feltétel nélküli áldozat szimbóluma. A leszállt sötétség megtört a sugárzó fény által, amely betöltötte azoknak a szíveit, akik tanúi voltak a keresztre feszítésnek. Ez a fény beszélt a reménységről és az örök életről a halálfájtla mögött. Ebben a pillanatban, amikor Jézus a menny és a föld között lebegett, a világ örökre megváltozott. Jézus Via Dolorosa útja, mely tele volt elesésekkel és újrafelállásokkal. Tanúskodott a hit, a megbocsátás és az emberi lélek kitartásának erejéről.